Sziasztok! A Föld napjára készült előadásomban a kőzetek világába foglak elkalauzolni benneteket. A kőzeteket ásványok alkotják, és a kőzetek típusa attól függ, hogy milyen ásványok építik fel, és milyen folyamatok hozzák létre azokat. A kőzeteket keletkezésük szerint három nagy csoportba soroljuk: magmás, üledékes vagy metamorf kőzetek. A magmás kőzeteket a megszilárdulás helye alapján tovább csoportosíthatjuk mélységi vagy kiömlési kőzetekre, az üledékes kőzeteket széles palettájú kőzetsor alkotja, itt csak néhány fő típust sorolnék fel, mint a homokkő, mészkő, dolomit, sókőzet, agyagkőzetek, kova és mangánüledékek, szerves üledékek. És a harmadik fő típus a metamorf kőzetek, melyekről majd részletesen lesz szó ebben a kis diasorozatban. A magma a forró kőzet olvadék a vulkánon keresztül jut a felszínre. A felszínre került magmát lávának nevezzük, ennek hőmérséklete változó, 900 és 1300 Celsius fokos is lehet, annak összetételétől függően. A magmás kőzetek a forró kőzetolvadék, azaz a magma lehűlésével és megszilárdulásával keletkeznek. Attól függően, hogy milyen mélységben történt a megszilárdulás, tovább csoportosíthatjuk a magmás kőzeteket. A magmás kőzetek felszínen és nagy mélységben is megszilárdulhatnak. Ha nagy mélységben, több 10 kilométeres mélységben történik mindez, akkor mélységi magmás vagy plutoni kőzetekről beszélünk. Az második sor jelzi a plutoni kőzeteket. Ha a megszilárdulási mélység 2 km kisebb, ezek a szubvulkáni kőzetek, azonban ha a láva felszínre jutva gyors lehűléssel szilárdul meg, azok a vulkáni kőzetek, a felső sor jelzi a vulkáni kőzeteket. Minden mélységi kőzetnek van kiömlési párja, a gabrónak a bazalt, dioritnak az andezit, granodioritnak a dácit, gránitnak a riolit. A kőzetek meghatározásánál két fő tulajdonság játszik fontos szerepet, a kőzet szövete és ásványos összetétele, különböző kőzetek ásványos összetételét itt az alsó részben figyelhetjük meg. A magmának három fő típusa van, bazaltos, andezites vagy riolitos. A bazaltos magma szilícium tartalma 50% körüli, az andezitesé 60%, a riolitos magma szilícium tartalma 70% körüli lehet. Érdekesség, hogy a felszínre ömlő magmák 80%-a bazaltos összetételű. A mélységi kőzeteket, melyeket a felső sorban láthattok, az jellemzi, hogy durva szemcsések, nagy méretű kristályokból állnak, hiszen itt van idő a megszilárdulásra, a kikristályosodásra. Még a felszíni párjukra az jellemző, hogy ezek a vulkanikus kőzetek finom szemcsések, gyors lehűléssel gyorsan kristályosodtak ki. Most a magmás kőzetekről a metamorf kőzetekre térek rá, melyek üledékes vagy magmás kőzetekből jönnek létre. Nagy nyomás és vagy hőmérséklet változás hatására az ásványok szerkezete átrendeződik szilárd fázisban. Az átalakulás jellege és a képződő ásványok a képződés idején fennálló hőmérséklet és nyomás viszonyok függvényei. Tehát összefoglalóan metamorfózisnak vagy átalakulásnak hívjuk azt a folyamatot, mikor a kőzetek ásványos összetétel és szövete megváltozik nyomás és vagy hőmérséklet változás hatására, a változás szilárd halmazállapotban és az átlagos kémiai összetétel megmaradása mellett következik be. A földtörténeti múlt eseményeit a metamorf kőzetekből ismerhetjük meg leginkább, mert az óceáni és a kontinentális lemezek őrizték meg ütközésének és összeforrásának nyomait. A metamorf kőzetek segítségével az egykori kollíziós lemezszegélyek megtalálhatók, nyomozhatók, a hegységképződési események rekonstruálhatók. A metamorfózis kezdetét olyan ásványok megjelenésétől állapítjuk meg, melyek üledékképződéssel nem
keletkeznek, a fizikai paraméterekkel próbáljuk körülhatárolni, a metamorfózis alsó határa 200 Celsius fok és körülbelül 3 kilobár nyomás. A felső határ nem rögzíthető egyértelműen, ugyanis a metamorfózis a kőzetek olvadásával ér véget. A kőzetek olvadáspontját a víztartalom csökkenti, így a víztartalomtól függően a kőzetek részleges olvadása tág határok között mozoghat. A metamorfózis jelenség alapján megkülönböztetünk az egyik fő típusa a lokális kiterjedésű metamorfózis, melynek három altípusa van, a kontakt, hidrotermális és tektonikus metamorfózis. Ezen a dián most a kontakt metamorfózisról van szó. Az ábrán azt látjuk, ha egy gránitos vagy dioritos magmás test egy karbonátos kőzettel érintkezik, itt a kémiai reakciók hatására mészszilikátok, úgynevezett skarn kőzet alakul ki, itt a kontakt udvarban, de a skarn kőzetekre az a jellemző, hogy nagyon finom szemcsések, egyforma méretű ásványokból állnak, melyek összefogazódva egy szívós kőzetet eredményeznek, itt ahogy az alsó képen is látjuk, így néz ki egy skarn kőzet. És érdekesség, hogy ez a kontakt udvar, ennek a kiterjedése 1-2 km lehet, mely függ a magmás test méretétől, a mellékkőzet anyagától, az adott mélységtől, ahol ez a kontakt metamorfózis megtörténik, a magmás test méretétől és a jelenlévő fluidum mennyiségétől is. Még mindig a lokális metamorfózisnál vagyunk, most lemegyünk a tenger mélyére, ahol a hidrotermális metamorfózisra mondok egy példát. Amikor az óceán közepi hátságokon képződő bazalt kis nyomáson és közepes hőmérsékleten a rétegterhelés, valamint az itt cirkuláló tengervíz hatására átalakulás szenved, a bazaltból metabazalt lesz, majd később szerpentinit, ez a zöld színű kőzet lesz belőle. Az ásványok, az olivinből hidratált ásványok lesznek, mint klorit, amfibol, szerpentin, zeolitok, epidot képződik ezen átalakulás során, valamint nagyobb mélységben, körülbelül 4 km mélységben zöld pala és amfibolit fáciesű metamorfózis is végbe megy. Még mindig a lokális metamorfózisnál vagyunk. Most a tektonikus metamorfózisról van szó, vagy kataklasztos metamorfózis, mely mindig kéregmozgásokat kísérő nyírási jelenség mentén következik be, ahol a kőzettestek egymáson elmozdulnak, így a törésvonalak mentén a kőzetmozgások felaprózzák a kőzetet, az így keletkező kőzetet a vándorló oldatok összecementálják, a nagy mélységben így létrejött metamorfit, a milonit. A gránit kataklasztos metamorfózisával gneisz keletkezik, a folyamat során az ásványok megnyúlnak, síkokba rendeződnek, és foliáció alakul ki, ahogy ezen a képen is látjuk. És még a milonitra visszatérek, itt van róla egy felvétel. Látható itt is, hogy egy finom szemcseméretű foliáció jellemzi a milonitot. Gyakran az ásvány, ebben az ásvány is megnyúlási lináció is kialakul. A milonitok nagyon kemény kőzetek. És most a lokális metamorfózisról átérünk a regionális metamorfózisra, és a betemetődéses metamorfózisról lesz itt szó. Ezen az ábrán látjuk. Itt a hegységképződéssel, süllyedéssel kapcsolatos a betemetődéses metamorfózis. Nagyon kisfokú metamorfózist okoz, hőmérséklet is kisebb, viszont további süllyedéssel a metamorfózis magasabb fokozatai is kialakulhatnak. Regionális metamorfózis
Ez hozza létre a legnagyobb kiterjedésű metamorf tömegeket. A regionális elnevezés is erre utal, hogy több tízezer négyzetkilométer boríthatnak be az így képződő metamorfitok. Hegységképződési övekben jön létre, ezeken a területeken a kőzet tömegek jelentős kompressziónak vannak kitéve, miatt meggyűrűdnek és kivastagodnak. A hőmérséklet és a nyomás tág határok között mozog, ahogy ezen az ábrán, diagramon is látható. Az itt képződő kőzetekre fontos alaki tulajdonság a palásság. A palásságot a lemezes és az oszlopos ásványok adják, okozzák, mint a csillámok, amfibolok és piroxének. Néhány fő metamorf kőzettípus ezen a dián. Az első a fillit, agyagos márgás üledékekből átalakult szürkés színű kristályos pala, Miskolchoz legközelebb Szendrői hegységben találhatunk fillitet. Mellette egy csillámpalát látunk, mely képződés általában agyagos üledékekre vezethető vissza, de változatos kiinduló anyagok vezetnek a metamorfózis után csillámpalához. Hazánkban a Soproni és a Kőszegi hegységben tanulmányozhatunk csillámpalát, mellette a gnejsz, gránitos magmák metamorfózisából képződik, Soproni hegységben ugyancsak találkozhattuk vele. Az alsó sorban három különböző metabázitot látunk, zöldpalát, kékpalát és amfibolitot. Bázisos magmás kőzetek különböző fokú metamorfózisával képződnek ezek. Zöldpalát hazánkban felső csatáron láthattuk, kékpalát Miskolchoz legközelebb Dél-Szlovákiában, Hacsava falucskánál, és amfibolitot ugyancsak szlovák kirándulásaitok alkalmával számos földtani kibúvásban találkozhattuk amfibolittal. Itt az utolsó dián a kőzetek körforgásáról beszélnék, hogy lássuk, hogy minden kőzet és minden folyamat itt egymással összefügg. A kőzetek körforgását már a 18. században felismerték, melynek az a lényeg, hogy a magmás, az üledékes és a metamorf kőzetek egymásra kölcsönösen hatnak, közöttük állandó energia és anyagkicserélődés zajlik. A kőzetek egymásba alakulnak, körforgásban vannak, ez a körforgás részben a Föld felszínén, részben a mélyben zajlik. Minden felszínen lévő kőzet mállásnak indul, ezek a szürke nyilak jelzik a különböző kőzetekből a mállás folyamatát. A mállott kőzet elszállítódik és üledékgyűjtőbe jut. A lerakódott üledék a lerakódás után üledékes kőzetté diagenizálódik, ez az üledékes kőzet metamorfizálódhat, vagy megolvadhat, és magma válik belőle. Ha a magma megszilárdul a mélyben, akkor intruzív kőzet válik belőle, ami ugyancsak metamorfizálódhat, illetve felszínre jutva mállás martalékává is válhat. Nos, a mai előadásom végére értem, remélem minden kedves hallgató élvezte. Sziasztok!